szeretteim, mint hogy ezt várjuk, azon legyetek, hogy békességben, tisztán és fethetetlenül találjuk benneteket. Ez az Isten ígéje. Kivonult hozzá Júlia az egész vidék, Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszörből készült ruhát viselt, csípőjéből vette körül. Sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: aki utánam jön, hatalmasabb, mint én. Arra sem vagyok méltó, hogy mellehajoljak és megoldjam sarujának szívét. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket. Ez az evangélium igéje. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nem tudom, ki az, akinek ismerős ez a név. Tashvat Manjihi. Kinek ismerős? Senki. Indiai úriemberről van szó, aki 1929. január 14-én született, és egy olyan faluba érkezett a világban, Bihar megyében, csak hogy magyar vonatkozása is van a történetnek. Indiában rengeteg ilyen magyar név van, de hát nem mi a magyarok miatt. Van egy csomó Bihar, Kolozs, meg ilyen érkező helyek vannak. Szóval ez az úriember, ez a Dashrat, ez egy olyan faluba született, ami Indiában, tudjuk, van ez a kaszt rendszer, és hát vannak a felső réteg, a csúcs, a minden, a fény a éjszakában, van egy ilyen középső rétegszerűség, meg van egy alsó réteg. Na most ezek között a rétegek között nincs átjárás. Tehát aki az alsó rétegben született, úgy mondták, hogy érinthetetlen, tehát még hozzá nyúlni és bűn volt, az ott is maradt.
Ott élt, ott halt meg, annak a gyermeke is olyan érinthetetlen lett, és ez az úriember, mai úriember, ez ebben született vele. Egy apró faluba, egy hegy egyik oldalán, és esélytelen a világban. Hát de persze, hogy ő is tanult, meg hát járt iskolában, tudott, meg hát volt föld, amit gondozott, megházasodott, és a felesége egy nap lecsett, felmászott valamiért ott a hegyre, mert valamit menni kellett valahova, és lényegében a falu és a közeli nagyváros között az út körülbelül 55 km hosszú volt. Egyszerűen azért, mert hát körülbelül a hegyet. Az asszony várandós volt már ennek az embernek a gyermekével, és egyszerűen ment valószínűleg általában a városba, de hát mindig a gyalog kellett menni, autó arra, busz arra nem jár. Indiában a közlekedési morál jó mélyen van, maradjunk ennyiben. És ez az asszony, ha leesett a hegyről, várandós volt ennek az embernek a gyermekével. És nem tudtak bemenni ott a kórházba, nem nagyon volt a lehetőség, és még életet tudott adni a gyermeknek, de az asszony meghalt. És ez az úriember, ez hát egyik oldalról rettenet dühös lett, hogy hát velük senki nem foglalkozik, mi akik kicsik vagyunk, az érinthetetlenek, hát bennünket senki nem hallgat meg. És egy nap egyszer csak fogta magát, fogott egy vésőt, meg egy kalapácsot, és elkezdte elbontani a hegyet. Mert ő úgy volt vele, hogy az én feleségem meghalt emiatt a hegy miatt. Pedig nem volna nagy munka. Értsük, jó? Kéne ide egy út, egy egyenes út a város felé. És akkor át lehetne menni nem 55 kilométeren, át lehetne menni 10-en. És nekiállt, és elkezdte elbontani a hegyet. Egy vésőbe menni kalapáccsal. És a legtöbb ember az elején még azt gondolta, hogy ez van, ezt kell szeretni. Valaki elment otthonról, lekapcsolta a villanyt, bátyák a vállatában nekiállt és hegyet. Nagyon butaság is volt már a világban. És ott gondolták, hogy majd egy hét hosszú abba hagyja. Nem hagyta. Szépen, rögtön megmondom, 22 éven keresztül bontotta a hegyet. 22 évig reggel felkelt, fogta a vésőjét, jó már elkoptatott belőle, fogta a kalapácsát, jó már elkoptatott kezében, és ment, és szedte szét a hegyet. 22 éven keresztül. Hogy az, aki ott él abban a faluban, ne élje át azt, amit neki át kellett élni, hogy reménytelenül vár arra, hogy meghalljon a szeretet. És elbontotta. Elbontotta. Még utána élt egy jó pár évet, az emberek szentként tisztelték. Akik ott éltek, azért, amit lerakott az asztalra, szentként tisztelték. És ma olvassuk az olvasmányban is, az evangéliumban is, hogy hordjátok el a hegyeket. Töltsétek fel a földeket, ami göröngyös, legyen sima után. Tudjuk, mit jelent ez a mondás, nem majd nem tudjuk, de hát valaki tudja. Omnis viam, Rómán tukut. Tudja valaki, mit jelent? Latinul van, azt jelenti, hogy? Minden út Rómába vezet. Így van. Minden út Rómába vezet. De ez mit jelent? Hát abban az időben, amikor Róma felemelkedett, és elkezdte elfoglalni a világnak a nagy részét, már rájöttek a rómaiak, hogy szép dolog, hogy mi milyen messzire el tudunk jutni. De nem jó, hogy Rómába nem lehet eljutni, mert télen ott a hó, nyáron ott a hőség, utakat kéne építeni, amin könnyebb közlekedni. És Rómából elkezdtek utakat építeni. Fölfele, meg lefele, meg jobbra, valamelyre. És szó szerint azt csinálták, erre használták a börtöntöltelékeket, nem pihentették a börtönben, hanem kimentek, kiástak 2,5 méter még gödröket, abba bekrakták a nagy köveket, arra rakták a kisebbeket, arra rakták a még kisebbeket, arra rakták a homokot, és arra rakták a bazaltot. Az nehezen tört, mert ugye hosszába lehet lassítani, keresztben. Bírta az esőt, bírta a hideget.
és azokon a tazaltatokon mentek végig az első szetelek. Azokon mentek ki tudja hány légió, azokon mentek kereskedők, emberek, mert az ott volt télen is, ott volt nyáron is, és meg volt csinálva, és mind a mai napig járható utakat készítettek. És ha valaki valahol, ott akkor Olaszországban, vagy Európa nagy részén, mert ahogy mentek az utak, úgy mentek a városok velük, úgy ment velük a gazdaság. Mert azon könnyű volt közlekedni, a sáros, latyakos, vattak utakon ősszel sehova nem lehetett menni, de ezeken a kőből kész utakon el lehet jönni bárhová. És ha találtak egy ilyen római utat, azt tudták, hogy Rómába vezet, mert onnan indul. És ha erre indulok, akkor vagy a végét találom meg, vagy már. Testvérek, ma már egy olyan világban élünk, hogy szó szerint hát itt Ausztráliában közlekedés, hogy tudjuk jól, hogy mennyire széles utak vannak. Ki van találva a rendszer, hogy az a sok autó, az a sok jármű, az a sok bicikli, trolik, villamosok el tudjon jutni, be tudjon kanyarodni balra, meg jobbra. Hogy az a sok ember, aki menne ide, oda, amoda, az ne aggódjon, ne problémázzon, hanem odaérjen, ahova oda kell érni. Mennyi munka van ebben? Hány meg hány gépnek kellett azon dolgoznia, hogy az én gépem most tudjon menni? Hogy én oda, ahova el akarok jutni, el tudjak jutni? Hány meg hány ember munkája van abban, hogy elegyengedték az utakat? Elhordták a hegyeket, feltöltötték a völgyeket. És most, amikor az adventi időszakban vagyunk, készülünk a Krisztus jövetelére, már két gyertek ég a koszorunkon. Vajon én az én lelkemben hordom-e a köveket? Építek-e utakat? Persze a lelkem útjai nem úgy néznek ki, hogy hát én most nekiállok, és akkor hagyom egy szikét, azt mondja, hogy lelkemet fogom műteni. Nem. Mi a lelkünk útjait építjük imádságokból, építjük jó szándékból, építjük szentettekből, építjük bűnbánatból. Építjük abból, hogy nem csak azt látom, amit csillog, hanem azt is látom, ami érték. Építem úgy, hogy tisztában vagyok azzal, hogy bár ember vagyok és gyarló vagyok, de képes vagyok jobban is tenni, szebben is tenni, tisztában élni. Építjük-e a lelkünk útjait? Van-e bennünk imádság? Van-e bennünk bánat? Valóban az ünnepre készülünk? Vagy csak készülünk? Nem mindegy, hogy az ember hogyan fordul oda a karácsony ünnepének. Ez az úriember, ez az indiai úriember nem úgy állt neki, hogy majd meglátjuk, hanem úgy állt hozzá, hogy nem érdekel, milyen nagy ez a hegy. Amíg van erőm, és van egy vésőm, meg egy kalapácsom, van esély. Most gondolják, hogy vajon ott ezeknél az utaknál is volt valaki, aki azt mondta, hogy minek építsük ilyen széles utakat, ilyen hosszú utakat, minek, hol lesz itt ennyi autó? Mikor lesz? Nem. Aki egy kicsit gondol, aki egy kicsit tervez, az nagyon jól tudja, hogyha csak a mának építek, az lehet, hogy a holnap megeszi a fene. Széteszi a rozsda, darabokra hullik az esőben, elolvad a főben. De ha én a holnapnak építek, ha a holnapra is gondolok, akkor az út erős lesz. És omnész fiám, Rómán dukunt, minden út Rómába vezet, annak az útnak valami haszna lesz. Az a munka, amit én lerakok az asztalra, az nem értéktelen lesz, az nem vatak lesz. Lehet, hogy másnak fel sem tűnik. Lehet, hogy másnak észre sem tesz. Csak áthatod. El sem gondolkodik. Hálát sem fog adni érte, hogy de jó, hogy valaki aszfaltozott, de jó, hogy valaki csíkot festett, de jó, hogy valaki felszerelte a lámpát. És ha ezek a fizikai utak, amik a távolság legyőzésében segítenek, az idő legyőzésében segítenek, amik összekötnek bennünket, ilyen fontosak. Hát a lelki utak ne lennének fontosak. Az, ami engem az Istenhez köt, az, ami nekem az ünnepemet szépíti, az, ami az én lelkemet emeli, ami minőséget ad az én életemben, ami újra és újra megszentel, megtisztít. Szoktam mondani az embereknek, ezért kell hetente ott lenni a Jóisten közelébe, hogy újra és újra vissza tudjak fordulni, hogy bármi történt, bármi volt, az én életem útja akármilyen sikamlósra, jobbra-balra, csúcsosra, görbére sikerült, tudja úgy alakítani,
A Jóisten tudjon nekem úgy erőt adni, hogy bármilyen az a szürke hétköznapot, én még mindig megmaradjak embernek, megmaradjak lényes. Ez az indiai úriember nem volt keresztény. De én nagyon hiszem benne. Én hiszem és van, hogy ha egy szép megérdemlet, és bejutott a mennyek országába, jól fog engem várni. És bízom benne, hogy megköszöni majd a mai prédikációt, hogy megengedtem a nevét, még kicsit rosszul is mondtam. Hiszjük, higgyük és valljuk, hogy az a munka, amit én a lelkem építésébe beletrakok, a bűnbánat, az imádság, a hit, a kegyelem, a szentmise, az áldozat, a szolgálat, az ének, az olvasás, az nem kidobott, az nem elveszegedett óra, az minőségi idő, építés, és minden, ami épít, a jövőnek épít. Építsük úgy a lelkünket, hogy való Máriától és emberré lett. Pontus Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapon föltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az atyának jója. De újra eljön dicsőségbe. Ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és Hirdetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádjuk és dicsőítjük, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy Szent, katolikus és apostoli Anya Szent Egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életre. Kérjük testvérek mennyei atyánktól, hogy Izajás próféta és keresztelő Szent János szavára utat készítsük lelkünkben megváltóknak. Hogy mindjárt jó karattal munkálkodjunk a bűn bőrbe útjainak egyenességtől felén. Az, hogy híveid életükkel mutassák mindenkinek a üdvösségre vezető utat. Az, hogy nyitott szívvel utat találjunk Istentől eltávolodott testvéreinkhez. Az, hogy családjaink minden tagja az igaz szeretet útján járjon. Földi életből távozó testvéreinknek pedig nyisd meg az üdvösségre vezető utat. Add meg Veronika nővérünknek, hogy megtapasztalhassa a te irgalmas, megbocsátó jóságodat. Hallgassa meg korunk! Minden apó Istenünk, add kegyelmedet, hogy jól előkészítjük lelkünket Szent Fiad érkezésére, életünk adventje után pedig eljusson hozzád, Krisztus, ami úrunk által. Amen.
Imádkozzunk testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a minden hatalom atyaiért előtt. Atyánk, kedves Úrunk, megkezel az áldozatot, ne reményed kísérletére, és dicsőségére, mindjárt és az egész Szent Szentegyházára. Kérünk Istenünk, engedje neki a lelkes imádságaink és felajánlott adományaink, és ha bár érdemeink elértek, megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, idő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő első előbetelekor magát megalázta a testedet, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját. Amikor dicsőséges fényben újra nem, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízok áll. Ezért mi is, miként az angyalok, mi főangyalok, a trónok körül álló hatalmas égi szellemek és mindenségeket mennyben, a te dicsőséget hozzád zengjük, és velük együtt végnél. Az Úr.
és örökszöntsük. Ez a vér értek, és soha kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezőre. Ne védjeinket nézzen, hanem egyházat hívjuk.
őriznek szándékhoz egy békében. Add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol mindörökké. Örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a felelőtt. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Amen.
háttér, ott szolgál, ahol megsejtek, megcsodálom, ahogy tudlak, úgy követlek, ha megbotlok, nem csüggedek. Ami munkám, megcsinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergetés, másnak minden újra tettek. A szenvedés ma jubilál, mi arra tőle el nem választom, hogy ezzel kívülzem. Magam szenvedni, egyért könyörgök minden áron, jöjj érzem, ha majd jön halál. Köszönöm, hogy megtaláltad!
hogy éljen. Az ablakokban örök csillag, arany, ezüst fényel. A vasúton csend a kis szám, a kéményekből füsszám. Végre te is megpihenhetsz a karácsonyban utcán. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondj el egy imád a sok szegény emberén. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép. Áldását szúrja rád a hajdat ég. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Most pedig szeretnénk felkérni a konzul urat, hogy néhány szóval beszéljen önmagáról, és lehozta köztünk őt és kedves családjának egy részét, két gyermeke van itt, mert majd ő elmondja a több részét. Isten hozta köztünk, örökről találkoztunk, és jó napot kívánok, nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit. Először szeretném megköszönni a konyhának a finom ebédet,
szorgos kezeket, és nagyon finom volt. Köszönöm szépen. És azt köszönöm a meghívást atyának és Endrének, hogy meghívtak el az alkalomra. Szívesen jöttünk. Első alkalommal vagyunk itt, de szerintem nem utoljára, úgyhogy jövünk még. Szívesen. Családdal. Pár hónapja, szeptember elején érkeztünk Melbourne-be. Pár hónappal ezelőtt érkeztünk Melbourne-be a családdal, feleségemmel és 4 gyermekkel. 4 éves szolgálatunkat kezdtük most meg, úgyhogy biztosan lesz még alkalmunk találkozni, és remélem tudom majd segíteni is, hogyha önöknek éppen valamilyen dolgok van nálunk, akkor bátran forduljanak hozzám bizalommal. 4 évig leszünk, ezt említettem, úgyhogy első alkalommal vagyunk külszolgálaton, de annál nagyobb lendülettel és kedvel próbálunk a Geiger házaspárt utódai lenni. Amit magunkról kell tudni, mi Budapesten laktunk, én korábban Szombathelyen, tehát Vas megyei vagyok. Szombathely, illetve Bükön van a családom most is. Úgyhogy már örülök, hogy akkor ilyen nagy örömet hozok ezzel. Igen, többen vagyunk szóval. A földi. Szuper. Majd, hogyha megyünk haza, akkor hozok volna otthon. Vagy fordítva. Úgyhogy Budapestről érkeztünk. A gyerekek 12 éves, a legidősebb Kincső, aztán Kristóf 10 éves, és az ikrek pedig 5 évesek. Ők Óvodába is, illetve most januárból kezdik majd a preschool. A közelben lakunk, tehát ugye a Fitzroy Northon van az office, és attól egy 10 perc autózásra Huffingtonban találtunk házat, és ott lakunk. Igyekszünk a sok közösségi összejövetelre mindenhol megjelenni. Nyilván való késve, való időbe, de igyekszünk ott lenni mindenhol, ahol tudunk, hol teljes létszámban, hol csak a család egy része, de szívesen eljövünk máskor is, és igyekszünk nagyon többször itt lenni, amikor. Ha kérdésük van, nagyon szívesen állunk rendelkezésre, akár elérhetőséget majd hagyok itt, meg négy-egy kártyát is, hogyha közvetlen lehetőséggel van szükségük, de akár egy személyesen is, vagy később bármikor nyugodtan keresenek minket. Illetve szívesen beszélgetünk, hogyha kérdés van még, illetve bármit szeretnénk még tudni, akkor bátran. Köszönjük még egyszer a meghívást. Atya! Én szeretném megkérdezni, hogy van-e hobbija? A gyerekek, a család. Most nagyon sűrű az élet, pláne. Otthon eljártunk, bicikliztünk sokat, gyerekekkel igyekeztünk. Arra itt is próbálom szabadidőt kitölteni a dolgos hétköznapokban, meg a dolgos hétvégéken is. Viszont szívesen sportolunk, mozgunk, kirándulunk. Majd itt is beüzemeljük ezt a részét az életünknek. Igen, parancsoljunk! Hogy lesz valakitől konzult? Hogy lesz valakitől konzult? És hogy a 4 gyerek, 4 év alatt, mi lesz belőlük? Kérdés, hogy hogy lesz valakitől konzult? Én korábban az NTV-nál dolgoztam, a projektvezetőként, és szeretnék volna külföldre jönni. Főleg azért, hogy gyerekek nyelvtanulást biztosítsuk. És pályáztunk, és hosszas várakozás és sok munka és tanulás után sikerült ezt az államesélyet megkapnunk. Úgyhogy így lehet valakiből konzul, illetve hogyha valaki olyan pályát választ, diplomata pályát, akkor szépen az iskolából kijöve a külügyminisztériumban tud. Felfedezésének a történetét. Az eredeti neve Csatarunga volt, és ez azt jelentett, hogy 4 hadosztály csapkodik egymással. Ha odaléptél, akkor mondjad, hogy
A pillanat ennél elmagyarázta a táblát? Jó, bocsánat, akkor hallgatok tovább, figyelj! A ellenfelek válaszlépésre E5-öt lépnek gyalogra. Thor Murphy az F3-ra lép a lóval, így támadja az E5 gyalogot. Ott vagy a lóval? A fekete gyalog az védtelen, ezért a D7-estől D6-osra lép a gyalog, hogy védje. A fehér Paul Murphy a D2-es mezőről a D4-esre lép, megtámadja. A válaszul a futó a C8-asról a G4-esre lép, hogy kötésbe legyen a lovacska. De légy. Na most a Paul Murphy úgy gondolja, hogy csinál egy olyan cserét, ami számára anyagilag hátrányos, egy lovat áldoz két gyalogért. Tehát a C 3-on levő ló leüti a B5-öt, viszont a C6 gyalog visszaüti a lovat. Amit a futó a C4-ről leüt B5-re, és a király sakkban van. Sakkban van most akkor a értelem szerint az F6-os lóval nem tudja blokkolni, mert akkor elveszíteni a vezérét, ezért a B8-as lóval lép a D7-esre. Na most Paul Murphy tudja, hogy akkor nyerjük meg a csatát, hogyha mobilizáljuk az egész hadsereget, ezért az A1-es bástyát úgy mobilizálja, hogy rosál. A rosa az, amikor a király és a Nem az a H1-es. Ne, mind a kettővel lehetne, de... Nem. A király az E1-esről a C1-esre lép. Így van, fordítvarosság, hosszanrosság. Igen, a vezér oldalára. Igen, a másik oldalára. A másik oldalára. És az E1-ről a C1-re lép a király, és a bástya az átugorja. És ez a bástya borzasztó jó helyen van, mert rögtön támadja a már kötésbe álló ez a leves híjéjtosok. De most a következő lépés, hogy a Paul Murphy újra áldoz, fogja és a D1-es bástyával leüti a D7-esen levő lovat. A rosálás után, a bástyával az A8-asról a D8-asra lépett. Köszönöm szépen! Akkor ebben az állapotban vagyunk, hogy a fekete utolsó lépése a D8. Most a Paul Murphy fogja és a D1-es bástyával leüti a D7-es lovat, amit nem célszerű visszaüti a vezérrel, a király meg nem is tudja, tehát a D8-as bástya leüti a D7-et. De ez a D7, ez és ez most bent Magyarországon szombaton, és felvette Zoli, csak technikai okok miatt nem tudja állítani a teját, hogy ezzel akartam volna még egy megrendelésre ajánlékozni.
utána ott van a bácsinak. Hadd mondja be! De gyakorlatilag ezzel a bemutatóval akartok lefelé. Nem tudjuk megnézni, elnézni. Hadd mondjam még el azt, hogy nem tudom mennyire vagyunk, nem tudom, lemaradtam az elejére, bocsánatot kérek érte, de hát más munkák is vannak. Nem tudom, ki az, aki szokott sakkozni egyáltalán? Nagyon jó! Ki az, aki szeret is sakkozni? Nagyon jó, ki az, aki tud is sakkozni? Hendrik, miért is mennek ezzel? Hát, jó, szóval. Na most, rakjátok csak vissza az eredeti állásba a bábukat. Nem, atya, ez... Vagy jó, jó. Rakjátok vissza az eredeti állásba a bábukat. Mert a sakk, az egy olyasmi művészet, most én elnézést kérek, hogy művészetet jó, de szerintem jogosan tehetem, ami évezredeken keresztül az emberi kultúrának a része. Én itt vitatkoztam, atya, mert csak ilyen bordjáték van a sakról, van, de gyakorlatilag sakról a 600-as évektől beszélünk, és India a szülőhazája. Igen. És ahogy mondtam, tényleg lemaradt az atya róla, hogy az arab világon keresztül, Hispánián keresztül jött fel az orosz cári birodalomba, és eljutott a 14. században a Magyarországra. Igen. Na most évszázadokon keresztül a hadviselésben a királyok sportjának is nevezték, mert általában ezt királyok ismerték, és királyok játszották. Bábúja, parasztai emberek erre nem volt. Se ideje, se kedve. És sokszor, nagyon sokszor azok a hadurak, akik tényleg hadurak szerettek volna lenni, valahogy gyakorolni kellett a háborúzást. De nem lehetett csak úgy, hogy na, akkor most verekedjetek össze, hanem ez a játék, ez pont arra volt jó, hogy mikor áldozzak fel valamit, ez a játék, ez nem láttam még ezt a játékot, gyönyörű volt tényleg, hogy a királynőt beáldozza, és kénytelen, és jól csinálja végig, hogy a végén egy bástyával tudjon mattot adni. De hát itt hallottam egy történetet, hogy hát honnan is van ez a sakkjáték? És a történet szerint Indiában volt egy király, aki nagyon büszke volt, és ment háborúba, és sokszor felelőtlen volt. Nem hallgatott a tanácsadóira, nem hallgatott az embereire, nem hallgatott arra, hogy most mit kéne csinálni, vagy korábban mit csináltak, nem nézett, nem olvast utána, ez a butaságnak egyik jel. Hát volt, amit megnyert, de a legtöbb volt, amit elvesztett csatát. Nem tetszett a tanácsadóknak, és kérték az egyik bölcset, találj már ki valamit, hogyan tudjuk rávenni, hogy hallgasson ránk. Az a bölcs, hát a történet szerint, de hát valószínűleg nem így történt, de a történet az jó pofa, az a bölcs, az kitalálta ezt a sakkjátékot. Pontosabban a sakkjátékot, mert Indiában a sakk, az azt jelenti, hogy uralkodó vagy király, ha jól emlékszem. És lényegében kitalált egy játékot, ahol a legtöbb bábú az szinte használhatatlan. Feláldozható, mint a háborúban, a hadseregben a gyalog. Ugye? A legtöbb a bábuknak a nagy része az arra jó, hogy egy irányba megy, azt vagy túléri, vagy nem. Kitaláltak még hozzá 6 másik bábut, akik nagyon sokat tudnak segíteni a királynak, de egyik sem ugyanolyan. Mindegyik különböző. Tehát a futók nem is tudnak más színre lépni. Egyik a fehéren, másik a feketén tud hőbörögni. A bástyák nem léphetnek át máson, de nagyon sokáig tudnak menni, de csak egyenes. A lovak azok átmehetnek máson, de csak ilyen ellalagban. Tehát ha valaki egyszer megkérdezi, hány lovat lehet felrakni a sakktáblára úgy, hogy ne üssék le egymást. Mit tippelnek menüt? Hogy ne üssék le egymást. Segítek, minden ló, amilyen színen áll, egy másik színre lép. Na hányat lehet felrakni, hogy ne üssék le egymást? 6. 32, oda vagy, mondta, hogy 32. 32, ott van itt a fele.